Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Moszkva taktikai atomfegyvereket telepít Fehér-Oroszországba, Putyin szerint a NATO miatt van rá szükség. A külügyminiszter szerint a békepártiság nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatja az elfoglalt területeket. És Párbeszéd zöldek lett a párt új neve, Jávor Benedek a lista vezetője a jövő évi európai parlamenti választáson. Oroszország taktikai atomfegyvereket telepít Fehér-Oroszországba. Ezek a harcászati nukleáris eszközök kisebb hatótávolságúak, mint a hatalmas pusztító erejű stratégiai óriásbombák, de ugyanúgy részét képezik a nukleáris elrettentő arzenálnak. A szakemberek azt mondják, a mostani bejelentéssel Putyin is inkább csak elrettenteni akar. A közlés nem jelenti azt, hogy Moszkva valóban használni szeretné ezeket a fegyvereket. Oroszország megállapodást kötött a szomszédos Fehér-Oroszországgal taktikai atomfegyverek állomásoztatásáról, jelentette be Vlagyimir Putyin. Ezek kontrollját azonban nem adják át a Fehér-Oroszoknak, így az elnök szerint ugyanazt csinálják, amit az Egyesült Államok, amely szintén atomfegyvereket állomásoztatott európai szövetségesei területén. 10 repülőgép áll készen az ilyen típusú fegyverek használatára. Április 3-ától megkezdjük a személyzet kiképzését, július 1-én pedig befejezzük a taktikai atomfegyverek speciális tárolójának építését Fehér-Oroszország területén, mondta. A hidegháborúban a Szovjetuniónak Magyarországon is voltak ilyen úgynevezett harcászati, kicsit magyarosabban atomtöltetei. Hatótávolságuk nagyjából 500 kilométer. Ezeket az eszközöket a közvetlen környezetben lehet bevetni. Ugyanakkor az igazi elrettentő atomütőerő a stratégiai nukleáris fegyverekben van. 500 kilométer alatti lőtávolságról beszélünk ezeknél az eszközöknél. Ugye mind az Egyesült Államoknak, mind az Oroszországi Föderációnak körülbelül egy 1550-1600 darab úgynevezett hadászati töltete áll azonnal indításra kész állapotban. A biztonságpolitikai szakértő szerint Putyin bejelentése bár ijesztően hangzik, valójában továbbra sem jelenti, hogy Oroszország be is akarná vetni ezeket a fegyvereket. Azt kell látni, hogy Putyin az ukrajnai elleni támadás első napjától kezdve atomfegyverek bevetésével fenyegeti a nyugatot, ez többször megismételte, gyakorlatilag ez a nukleáris zsarolásnak a célja az volt, hogy elijessze a NATO tagállamokat. A NATO-nak is van harctéren alkalmazható nukleáris fegyvere, az amerikai B-61 bomba. Ezeket a robbanóeszközöket a nukleáris megosztási rendszer keretében évtizedek óta több Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Törökországban található légitámaszponton tárolják. Ma már ez a taktikai atomfegyvereknek a jelentősége nagyon nagy mértékben csökkent, de korábban, amikor még kevés volt a hadászati atomfegyverekből, ugye ezek a nagy hatótávolságú nagy robbanóerőfegyverek, de akkor erre szükség volt, mert nem volt elég, meg nem volt elég pontos. Szakértők úgy tudják, az oroszok 12 nagy és 35 speciális raktárban tárolják ezeket a fegyvereket. Folytatódnak a heves harcok Ukrajna, Donyecki és Luhanszki régiójában. Kramatorszkban orosz rakétatalálat ért több célpontot. Az ukrán erők pedig Bahmutnál lendültek ellentámadásba. A csatatérré vált régiókban továbbra is több száz civil lakos él tragikus körülmények között. Sűrű füst gomolyog ennél a társasháznál. Bahmutban alig maradt éppen álló ház, de a hónapok óta tartó harcok korán sem értek véget a Donyecki városban. Itt az ukrán hadsereg visszafoglalt az orosz erőktől egy kulcsfontosságú utat. A Nemzetközi Vörös Kereszt szerint továbbra is több ezer ember él lehetetlen körülmények között az ostromlott városban. Úgy tudjuk, hogy több ezren élnek Bahmutban, de ha a környékbeli településeket és falvakat is beleszámoljuk, akkor ez a száma több ezerhez, akár tízezerhez lenne közelebb. Arra kérjük a háborús feleket, hogy tiszteljék a nemzetközi humanitárius jogot ezeknek a civileknek az esetében, akik ott rekedtek és szörnyű körülmények között élnek, gyakran teljes napokat vészelnek át óvó helyeken heves ágyúzás miatt, mondta a Nemzetközi Vörös Kereszt delegációjának vezetője. A szervezet nemrég többek között higiéniai felszereléseket, napelemes lámpákat és kéziszerszámokat szállított a régióban élőknek.
Ezek az emberek a Luhanszki háborús övezetben élnek, ahol az orosz és ukrán erők a nyári hónapokban folytattak heves harcokat. A város egy része romokban hever, mindössze 160-an maradtak a településen. Az itt élőkön orosz önkéntesek segítenek. Az embereknek együttérzésre van szükségük. Amikor elmondjuk nekik, hogy az adakozók a nyugdíjukból adtak, akkor elsírják magukat. De szükségük van elsősorban kenyérre, olajra, valamint ruhákra is, bár most, hogy egyre melegebb az idő, erre kisebb az igény. Vannak olyanok, akik építőanyagokat kérnek. Mondta ez az önkéntes, aki egy oroszországi kolostorból jött segíteni. Eközben ezek a Luhanszkban harcoló ukrán katonák francia tüzérségi ágyúval lövik az orosz ellenőrzés alatt álló Kreminnába vezető kulcsfontosságú utat. Az ukrajnai frontvonalak a heves harcok ellenére alig mozdultak november óta. Svédország és Finnország NATO csatlakozásáról, a magyar-amerikai kapcsolatokról és a békéről is beszélt Szijjártó Péter az amerikai AP hírügynökségnek adott interjújában. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, Magyarország békepártisága nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatná az általa elfoglalt területeket. Jeszenszky Géza, korábbi külügyminiszter szerint sokan vártak erre a mondatra. Amikor a finn és svéd politikusok megkérdőjelezik politikai rendszerünk demokratikus mi voltát, az tényleg elfogadhatatlan, jelentette ki Szijjártó Péter az AP hírügynökségnek adott interjújában. A tárcavezető szerint a két ország politikai elitje tiszteletlenül viselkedik Magyarországgal szemben. Orbán Balázs az Állami Rádió vasárnap reggeli műsorában hangsúlyozta, a svéd csatlakozás támogatásáról már döntött a kormány, most a parlament következik. Ám ahogy ő fogalmazott, van egy kis bökkenő. A magyar parlamenti képviselők közül néhányan nem nyugodtak, mert ők azt látják, hogy az elmúlt években svéd kormányzati szereplők, miniszterek, miniszterelnökök, politikusok sportot üztek és űznek abból, hogy folyamatosan megkérdőjelezték a magyar demokrácia állapotát. Az akkori amerikai kormány között. Balázs Zoltán szerint az, hogy mi a magyar álláspont a finn és svéd NATO csatlakozással kapcsolatban, viszonylag csekély jelentőségű. A japán sem tagja NATO-nak, de hát nélkül nincsen valójában ez a bizonyos szövetség, nem tud, csak félkarú óriás volna, mondhatnak akár ezt is. Tehát ez lényegében egy politikai húzavona. Azt nem tudom megmondani, hogy a törökök ebben szemben érdekesebb játékosok. A Fidesz minden magyar nevében packázik Svédországgal és Finnországgal, de tudniuk kell, Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, írt a Svédországnak szóló közleményében Újhely István. Az ellenzéki LP képviselő szerint a kormány kettős beszédet alkalmaz. Pontosan tudjuk ez a rendszer, hogy működik. A finnek és a svédek most azért kell, hogy váljanak a csatlakozásra, hogy Orbán tovább játszassa mocskos geopolitikai játszmáit. Szijjártó Péter a magyar-amerikai kapcsolatról is beszélt, aminek a fénykora szerinte Donald Trump elnökségének idejére tehető. Szent Iványi István ezt kétségbe vonja. Emlékezzünk vissza, hogy milyen nehéz kapott időpontot Orbán Viktor egy washingtoni látogatásra, és amikor Pompeo külügyminiszter itt járt, elég komolyan megfette a magyar kormányt, hogy Kínával kapcsolatban igen lágy politikát folytat. Szijjártó Péter az ukrajnai háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, a békepártiság nem azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatja a megszállt területeket. Jeszenszky Géza üdvözli a tárcavezető kijelentését. A békének megvan az előfeltétele. Úgyhogy ezt az előfeltételt, hogyha Magyarország is ezt mondja, ezt meri mondani Moszkvában, meg ahova ő jár, az azt jelenti, hogy mégiscsak csatlakozunk ahhoz, amit a szövetségeseink hirdetnek. Jeszenszky Géza hozzátette, Szijjártó Péter kijelentése nagy előrelépés az eddigi kommunikációhoz képest. Elbocsátott a védelmi miniszterét Benjamin Netanyahu, miután a tárcavezető az igazságügyi rendszer átalakításával kapcsolatos tervek időleges leállítására szólított fel. A BBC információi szerint Joav Gallant azt mondta, hogy azonnali és kézzelfogható veszélynek van kitéve az állambiztonsága. Bár a Likud néhány tagja kiállt a védelmi miniszter mellett, a szélső jobb oldalon többen is a távozását követelték. Izraelben 10 hete tart a vita a jogállamiságról, miután a kormány bejelentette, hogy el akarja törölni a legfelsőbb bíróság felügyeleti jogkörét a végrehajtó hatalom felett.
Új névvel és új logóval vág neki a Párbeszéd a jövő évi választásoknak. A párt Jávor Benedek személyében az EP lista vezetőt is felfedte. Az LMP nem zárja ki, hogy a két párt végül egy listán szerepeljen. Közben Karácsony Gergely az önkormányzati választással kapcsolatban azt mondta híradónknak, hogy nem fél egy előválasztástól sem. Kedélyes társalgás előzte meg a Párbeszéd vasárnapi nagy rendezvényét. A szombati kongresszuson több döntést is meghozott a párt. 15 évvel ezelőtt alapítottuk meg az LMP-t, az első magyar zöld pártot, amely bekerült a parlamentbe, és 10 évvel ezelőtt a második, szintén parlamenti erővé váló pártot, amely mától Párbeszéd zöldek néven folytatja a munkát. A Párbeszéd szerint jelenleg szociális és ökológiai válság van. Zöld pólusra és zöld mozgalmakra van szükség. A párt részben már a 24-es EP választásra készül. A Párbeszéd zöldek kongresszusa tegnap Jávor Benedeket megválasztotta a párt európai parlamenti listájának vezetőjévé. Gratulálunk! A listavezető úgy látja, fontos, hogy a magyar zöldek újra megjelenjenek az európai szintéren. Hogy például az európai zöld átmenet ne úgy menjen végbe, hogy Magyarország ennek a akkumulátorgyárak ide településével a környezeti kárait tapasztalja meg elsősorban. Ez azon is múlik, hogy van-e magyar zöld érdekképviselet az európai parlamentben. Az LMP, amely egyedüli pártként kapott meghívást, üdvözli a markáns zöld politizálást. Kanász Nagy Máté azt sem zárta ki, hogy közös EP listát állítsanak a Párbeszéddel. Én azt látom, hogy ezen gondolkozunk, különböző szinteken, és még egyszer, tehát a zöld gondolatnak lesz listája. Én bevallom, én annak örülnék, hogyha ez egy lista lenne, de még egyszer ez az LMP körül fog tudni létrejönni. A híradónknak nyilatkozó elemző szerint a névmódosítás és a közeledés az LMP-hez elkeseredett lépés, mert a párt folyamatosan veszít a népszerűségéből. A Párbeszéd Kínjában hajtott végre névmódosítást, illetve névkiegészítést, hiszen nagyon rossz helyzetben van a párt, pici párt, szabad szemmel szinte láthatatlan. Közben Karácsony Gergely az önkormányzati választások kapcsán azt mondta híradónknak, szeptemberre megszülethet az ellenzéki egység Budapesten a jelölt személyéről, akár előválasztás nélkül is. Szerintem az előválasztás egy jó intézmény akkor, amikor ellenzékből indulunk, de nem biztos, hogy jó intézmény akkor, amikor egy választási győzelem és közösen végig küzdött 5 év van mögöttünk. Én természetesen nem félek egy előválasztástól, csak viszonylag kevés értelmét látom. De hogyha vannak vitatott kérdések, amiket nem tudunk máshogy megoldani, akkor oldjuk meg így. Ha bizalmat kap, a terek zöldítését és a közösségi közlekedés fejlesztését űzte ki célként a következő évekre. A nyugati pályaudvar felújításának lefújása miatt bírált a Facebook posztjában Lázár Jánost Vitézi Dávid. A korábbi közlekedési államtitkár azt írja, bízik benne, hogy mielőbb sikerül túllépni a főváros és a vidék mesterséges szembeállításán, mivel a vasúti hálózat fejlesztése ilyen logikával egész egyszerűen nem tud eredményes lenni. Hozzáteszi, a nyugati pályaudvar kapacitásának bővítése legkevésbé sem csak a budapestiek ügye. Vitézi Dávid azt is írja, hogy aki a budapesti vasúti fejlesztéseket akarja megakadályozni, az valójában legkevésbé sem a fővárossal szemben kedvez a vidéknek, hanem csak általánosságban a magyar vasúti közlekedés fejlődését hátráltatja. Március 31-éig kell a kormánynak kijelölnie a napelem csatlakozási stop feloldásának ütemezését. Az EU-nak tett vállalás miatt a jövő év végéig mindenképp fel kell oldani a napelemesek hálózati visszatöltésének tiltását. Különben jelentős fejlesztési pénzektől eshet el Magyarország. Ehhez bővíteni kell a magyar energiahálózat kapacitását. A szakértő szerint a dátum már régóta ismert, így már korábban is lehetett volna cselekedni. Több az igény, mint amit a hálózat jelenleg be tud fogadni. Ezzel indokolta 2022. októberében a kormány, hogy miért szüntetik meg november 1-től a napelemet telepítők számára a lehetőséget, hogy visszatáplálják a többletenergiát a hálózatba, és cserébe ingyen áramot kapjanak, amikor nekik van erre szükségük.
A csatlakozási stop azóta is érvényben van. Így például egy olyan háztartás, amely egy október 31-e után beszerelt napelemmel termel áramot, nem fog hatékonyan működni, ha a lakók épp nincsenek otthon. Gyakorlatilag elvész, mert csak a hűtőszekrény meg a riasztórendszer mondjuk az, ami képes elfogyasztani egy minimális energiát. A Napelem Szövetség elnöke szerint az év napsütéses időszakában nem csak az egyes fogyasztók, hanem az egész ország sokat profitálhatna abból, ha minden napelemet becsatolnánk a hálózatba. A napelemes rendszerekkel, amik üzemanyagköltség nélkül termelik meg a villamosenergiát, tehát akkor, amikor esetleg túltermelés van, akkor is megéri még a napelemekkel termelni. Ezzel nagyszerűen lehet mondjuk exportra is termelni, és lehetne csökkenteni az import kitettségünket ezzel. A csatlakozási stoppot 2024. december 31-ig meg kell szüntetni az Európai Uniónak tett vállalás miatt. Ennek ütemezését pedig március 31-ig közölni kell az Unióval. Ha ez elmarad, akkor Magyarország akár 2300 milliárd forint EU-s pénztől is eleshet. Lantos Csaba energetikai miniszter márciusban azt mondta, ez csak a hálózat terhelési kapacitásának bővítésével lehetséges. Az energetikai szakértő szerint ezt a már jó ideje ismert határidő miatt korábban el kellett volna kezdeni. Ezt rendbe rakni, ez milliárdokba és hosszú évekbe fog kerülni, mert hangsúlyozom, ez ugyanolyan, mint a vasútnál, hogy ha minden évben nem fektetnek be a sínekbe, akkor utána ott az első néhány év és néhány milliárd forint úgy tűnik el, hogy semmi látszatja nincs. Kerestük a kormányt, hogy milyen ütemben tervezi a hálózatfejlesztést végrehajtani, és pontosan mikor tervezi a csatlakozási stop megszüntetését. Kérdéseinkre nem válaszoltak, de a többi közt annyit közöltek, a 2030-ra kitűzött tiszta napelemes 6000 megawattos kapacitás célja már pár éven belül teljesülhet, az évtized végére pedig akár a dupláját is elérheti. A Momentum mielőbb hozzálátna a hálózat fejlesztéséhez. A Közép-Magyarországon van a legnagyobb probléma, Budapesten és az agglomerációban, hogy itt van a legtöbb napelem felcsatlakozás, szóval azért itt kellene elsősorban elkezdeni ezt az infrastruktúrális fejlesztést, valamint a nyugati ország részen. Magyarországon körülbelül 4000 megawatt a teljes naperőmű kapacitás, ebből 1400 a háztartási méretű kiserőmű. A Paksi atomerőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt. Életveszélyesen megfenyegették azt a Bükszent Erzsébeti vállalkozót, akinek az autóját súlyosan megrongálták egy csoport tagjai. A férfi azt mondta, hogy a közösségi oldalon már napok óta fenyegették. Az ügy előzménye, hogy a család egyik tagja favágás közben életét vesztette, amiről szerintük a vállalkozó túl későn, csak az események után órákkal tájékoztatta a hozzátartozókat. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz az autó szétverése miatt. Egerben meghalt egy 42 éves férfi, mert elvesztette uralmát a motorkerékpárja felett és a szalagkorlátba csapódott. A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő a motorokat, sokan azonban nincsenek tisztában azzal, milyen veszélyes tud lenni a motorozás. Hiába érkezett két mentőautó és még helikopter is, ennek a férfinek az életét már nem tudták megmenteni. Az eddigi adatok alapján feltehetőleg, ha nem megfelelően megválasztott sebesség miatt neki sodródott az út menti járda szegélynek, majd azt követően egy vaskorlátnak ütközött. A férfi a helyszínen életét vesztette. A férfi egyik ismerőse azt mondta, hogy nem tudja, mi történhetett, mert szerinte az áldozat jó motoros volt és nem volt vakmerő. Megfontolt volt és óvatosan vezetett, és ezért nem is értjük, hogy miért, és a miértekre szeretnénk választ kapni, de már valószínű soha nem fogunk kapni. Úgyhogy felfoghatatlan. Az interneten rengeteg vakmerő motorosról készült felvétel borzolja a kedélyeket. Sok esetben olyan videókat is feltöltenek, amelyeken a balesetek is láthatóak. Ezek készítői sokszor ismeretlenek maradnak, mert nehéz őket egyértelműen azonosítani. Nyilvánvaló először is ennek a videófelvételnek a rendőrség tudomására kell, hogy jusson, és ebből a felvételből meg kell tudni állapítani azt, hogy milyen szabályszegést követtek el, és főleg ki követte el azt a szabályszegést. Ha ez ismert, akkor nyilvánvaló megvan a lehetőség az eljárás lefolytatására. Egy pécsi motoros akrobata szerint sokan vannak, akik a motoros videóikkal próbálnak egy kis népszerűséget szerezni azzal, hogy feltöltik az internetre. Bizonyítási vágy, egy teljesítési vágy, ami ezt előidézi, ezt a videóra való felvételt. Ugye egy közösségi portálra akár feltölteni ezeket a videókat és ugye gyűjteni a lájkokat. Valószínűleg ez lehet az első számú oka ennek.
A szakemberek szerint ugyanakkor nem csak a felelőtlenség lehet végzetes. A szezon elején motoros baleseteket sok esetben a gyakorlatlanság okozza, ezért érdemes egy kicsit gyakorolni a forgalomtól mentes helyeken. Legkevesebb 26 ember életét vesztette az Egyesült Államokbeli Mississippiben és Alabamában, ahol tornádók pusztítottak. A természeti katasztrófa miatt tízezrek vannak áram nélkül. Az eltűnteket továbbra is keresik. Mississippi államban szükségállapotot hirdettek. A földdel vált egyenlővé Rolling Fork városa. A Mississippi államban található 1700 lakosú városban a házakból már csak romok és törmelék maradt a tornádó pusztítása nyomán, ami fákat csavart ki a helyükről. A város víztornyát is kicsavarta és összedöntötte a vihar, ami 274 kilométer hosszú területen hagyott maga után pusztítást. Az államban legkevesebben 25-en életüket vesztették, köztük 12-en Rolling Forkban haltak meg. Az eltűnteket továbbra is keresik. Amint rájöttünk, hogy katasztrofális a helyzet, és amint tudtunk, mentünk egyik járműről a másikra, egyik épületről a másikra. Hallottuk a sikolyokat és a segélykiáltásokat. Úgyhogy kis csoportokban ástunk a romok között, hogy megtaláljuk és kimentsük az embereket, mondta ez a férfi, aki többeket sikeresen kimentett a vihar után. Silver Cityben is kidőlt fák és betört ablakok tanúskodnak a vihar erejéről. Jó 9-10 percig tartott a szörnyű robaj és a szél, és aztán vége lett. Utána néztem meg, hogy mekkora pusztítást végzett, és láttam, hogy betörtek ablakok, amit nem is hallottam. És egy fa is ledőlt és tönkretette az autókat, mondta ez a nő, aki a lakókocsijában vészelte át a történteket. A közeli Jacksonban is rendkívüli pusztítást végzett a vihar, helyiek így számoltak be az átéltekről. A fürdőkádhoz rohantunk a feleségemmel, és párnákat dobtunk magunkra. Hallottuk, ahogy fák ledőlnek és eltalálják a tetőt, mondta ez a férfi. Az amerikai elnök segítséget ígért a viharok által sújtott államoknak. Firenze polgármestere meghívta és díjat adományoz annak a floridai tanárnak, akit azért váltottak le az állásából, mert megmutatta 11 és 12 éves diákjainak Michelangelo Dávid szobrát. Emiatt a szülők panaszt tettek, mert szerintük a pedagógus pornográf tartalmat mutatott a gyerekeiknek. Az iskola tájékoztatása szerint a tanárt azért bocsátották el, mert az intézmény gyakorlata szerint előre kellett volna tájékoztatni a szülőket a szobor bemutatásáról. A Startban ezen a héten Köbr Anita és Somos András várja önöket. András már is mondja mai tartalomjegyzéket. Jó reggelt! Jó reggelt, Anna! Köszöntöm a nézőket! Itt lesz velünk Harangozó Tamás a Szigorlatban, és Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, meg Anita társaságában fogom őt kérdezni. Elsősorban arról, hogy az Európai Tanács múlt heti ülése után maradt-e még kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi egyrészt a szankciókat megszavazzuk-e, vagy nem szavazzuk meg, mit gondolunk Putyin elfogató parancsáról, a fegyverszállításokról, vagy lőszerszállításokról Ukrajnának, és hát ugye ne feledkezzünk meg, hogy volt egy élénk nyilatkozat háború a múlt héten az amerikai nagykövet és Szijjártó Péter között. Szijjártó Péter azonban azóta volt az Egyesült Államokban, és olyan mondatokat mondott, mint hogy az, hogy mi békepártiak vagyunk, az nem jelenti azt, hogy a jelenlegi státuszkót fenntartani kívánjuk, vagyis, hogy Oroszországnak, amennyiben béketárgyalásokra kerül sor, azokról a területekről ki kell vonulnia, amelyeket agresszióval elfoglalt. Lehet-e úgy elfoglalni valamit, hogy nem vagyunk agresszívek? Ugye ez egy jó kérdés ezután a mondat után, de ez most nem egy filológiai értekezés, hanem egy összebeszéd a híradóval. Itt van velünk már is a vendégek sora, és várom önöket a Startban. Köszönöm szépen, András. Híradóban legközelebb 7-kor várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmüket, legyen szép reggelük, viszontlátásra!